Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Természetesen elsősorban itt szerelmi kapcsolatról van szó. De ha gondolod, gondolhatsz más személyre is, az anyukádra, a barátnődre, a főnökre, hogy mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni. És most kíváncsi vagyok arra, gondolom ti is, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a halakról van szó. Ez természetesen utalhat a halakra is, de ez a kártya szimbolizálja az anyagi dolgokat, és a nap megvilágítja ezt a helyzetet. Tehát odafigyel a pénzügyi dolgokra. Mivel az anyagiak összefüggésben állnak a munkával és a hivatással, ez is lehet egy gondolat, egy terv, hogy szeretne, ha nagyobb lenne a nyeremény, esetleg elgondolkozik azon, hogy munkát változtat. És a nap segít, hiszen megvilágítja ezt a témát, utal egy kiútra, egy megoldásra. A halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem az értékeket is. Hogy tisztában van azzal, hogy mi vagy ki értékes számára. Vagy tudatában van azzal, hogy te vagy értékes számára, és a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. És mivel a nap megvilágít valamit vagy valakit, láthatóvá tesz valamit vagy valakit, arra is utalhattak a kártyák, hogy ő szeretne látni téged. Hogyan érzi magát? Itt szép érzelmekről van szó, hiszen a virágcsokor jelenti a szépséget. És itt a gyűrű a kapcsolatot. Keresni fogja veled a kapcsolatot, mert szüksége van rád, mert te értékes vagy számára, és ez a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, vagy egy kellemes meglepetést is. Mit fog tenni? A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni. Ez lehet ez a párkapcsolat, és ő ennek tudatában van, hiszen a nap megvilágít bizonyos dolgokat. A horgony szimbolizálja gyakran a munkát és a hivatást, ez lehet egy munkahelyi változás, akkor a gyűrű jelenti a szerződéseket, a virágcsokor egy kreatív tevékenységet, vagy egy magáncég vállalkozását, és a könyv jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést. Ami a párkapcsolatot illeti, akkor a könyv jelenti az ő nyitottságát, és a nap szintén erre utal, hogy nyitottan beszél veled, megbízhatsz benne. Tehát tudás, tanulás, továbbképzés vagy az ő nyitottsága. Mi köt össze benneteket? Itt a kasza jelentheti azt egyrészt,
hogy ő eltávolít valamit, vagy valakit az életéből, hogy szabad legyen, együtt legyen veled. Lehet az is, hogy vannak elvárásai, és szeretné azt, ha te zárnál le bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Számára fontos a nyitottság, és az, hogy legyen ez a világos helyzet, hogy tisztázódjon valami kettőtök között. Amit a kassa még jelenthet, hogy úgy alakulnak a dolgok, amikor nem is számítasz rá. És itt lesz termés, itt kialakul valami kettőtök között. Ez a termés, ez jelentheti az anyagi jólétet is, tehát ez a jóslás nem csak a párkapcsolatra utal, hanem nyereményekre is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rám!